A Magyaródi csata és a 48-49-es forradalom és szabadságharc megemlékezései a Hősök ligetében kezdődtek, ahol kicsik és nagyok kulturális műsora közepette hajtottak fejet a hősök emlékezete előtt. Ünnepi beszédet ezúttal Vécsei László országgyűlési képviselő mondott. Ebből idézünk. Március 15-én évről évre tiszteletet adunk a bátraknak, akik békésen, fegyver, erőszak és gyűlölködés nélkül kivívták szabadságunkat, és a saját kezükbe vették a nemzet sorsát. De itt, Magyaródon ma, amikor a Hősök ligetében vagyunk, azt hiszem méltó és igazságos, ha megemlékezünk azokról a hősökről is, akik a később következő szabadságharc során életüket adták a szabadságért. A program a Hősök ligetében koszorúzással zárult. Este az általános iskola tornatermében folytatódott az ünnepség. Az est napi rendjén a díszpolgári, valamint a községünkért, Magyaródért kitüntető címek átadása szerepelt. A program ünnepi műsorszámokkal vette kezdetét. Ezek közül most a legkisebbek és a legnagyobbak bemutatkozásának részleteit idézzük. Elsőként lássuk az egyházi óvoda apróságainak műsorát. A magyaródi programok elmaradhatatlan fellépői a Jakab Mihály Népdalkör tagjai. Tőlük is lássunk, halljunk egy kis részletet. A rendezvényen részt vett és örömteli bejelentést tett Vécsei László országgyűlési képviselő. 2012-ben, amikor a magyar kormány megkezdte az ország egyéb dolgai mellett az önkormányzatok adósságmentesítését, akkor az első hír az volt, hogy az 5000 alatti településeket a kormány 100%-osan mentesíti az adósság, az addig fölhalmozódott adósság alól, amelyet a korábbi ciklusok alatt az önkormányzatok rossz finanszírozása, átgondolatlan hitelfelvételi kényszere okozott. Akkor Babic polgármester úrral többször találkoztunk, konzultáltunk, kölcsönösen sajnálkoztunk, hogy Magyaród ilyen szempontból sajnos túl van az 5000 főn, és mindent elkövettünk annak érdekében, hogy a
az eredetileg beharangozott 40%-os adósságmentesítés fölé vigyük azt, ami Magyarország számára nagy terhet jelent, és nagyon sokféle érvet felsorakoztak, végül sikeres volt ez a szándékunk és küzdelmünk, úgyhogy elég magas százalékban határozták a kormány Magyarország adósságmentesítését, 60%-ban. Ennél is jobb történt, jobb hír, el tudok most önök elé állni. Ahogy az ország teljesítő képessége javult, a kormány egyre inkább azon volt, hogy teljes mértékben adósságmentesítse az önkormányzatokat, és ez végül idén megtörténik. Úgyhogy ezen a szép magyaródi kettős ünnepen a miniszterelnök úrnak azt a megbízását teljesíthetem, hogy Magyaród nagyközségnek, polgármester úrnak személyesen átadhatom azt a miniszterelnök úr által saját kezűleg aláírt bizonyságlevelet, amely arról szól, hogy a magyar kormány Magyaródot is teljes mértékben mentesítette korábbi évekre ramozott adóssággal. A következőkben Brédáné Benner Ilona, önkormányzati képviselő, bizottsági elnök vette át a szót, színpadra szólítva a település idei kitüntetettjeit. Az elismeréseket Babic László polgármester és Kuruc Péter alpolgármester adták át. Magyaród nagyközség önkormányzata kitüntető címet adományoz Juhász Bélánénak, felbecsülhetetlen értékű, a közösségért végzett, hagyományőrző és közösségi, kulturális munkájáért. Kérem a kitüntetettet fáradni szépen. Örömmel jelentem be az emlékplakett másik kitüntetettjét, Németh Sándor kézilabdaedzőt, a kézilabda szakosztály vezetőjét, aki több évtizedes, kimagasló szakmai munkájával olyan sok dicsőséget szerzett Magyarodnak, és a mai nap is, ahogyan elnéztem edzését, a rengeteg kisgyereket oktatja erre a gyönyörű sportra. Kérem, fáradjunk föl a szintén. Most Magyaród legmagasabb rangú elismerését, a díszpolgári címet adjuk át. 2014-ben ennek a címnek az önkormányzat által megszavazott és odaítélt részese Máté György, címzetes prépost, főesperes, plébános úr, aki a Domboszkó nővérek Magyaródra telepítéséért, a katolikus óvoda megszervezéséért, a helyi katolikus szervezetek felélesztéséért, a Szent László hét eseményeinek elindításáért és sok másért érdemelte ki, és nagy szeretettel adjuk át ezt a díjat Máté Györgynek.